ezt a függetlenséget most, hát ha tetszik, ha nem, nyugodtan mondjuk meg, hogy Brüsszel felől fenyegeti, bizony-bizony elég nagy veszély. Nem először állt ki közösen Győr három alpolgármestere egy fontos ügy érdekében. Dr. Somogyi Tivadar, dr. Fekete Dávid és Radnóti Ákos ezúttal a Baross úton tartottak sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, miért kell elutasítani a soros tervet és részt venni az ezzel kapcsolatban indított nemzeti konzultációban. Nagyon jól látta az Orbán kormány, hogy most egy nagyon-nagyon nagy támadás indul, nem csak Magyarország ellen, hanem egyáltalán a nemzetállamok ellen, és szerintem avval, hogy mi itt vagyunk hárman, talán tudunk segíteni ahhoz, hogy minél többen legyőzzék a kényelmetlenséget, hogy postán feladják a levelet, illetve ha egyet értenek vele, akkor minél többen küldjék el. Ne feledjük el, hogy demokráciában a népszava sokat jelent, és hogy attól függ, hogy hányan fogják ezt aláírni, annál nagyobb súlya lesz a magyar tárgyaló delegációnak Brüsszelbe. Jó dolog, ha egy kormány nem csak választások idején kéri ki az emberek véleményét, ezt hangsúlyozta Győr másik alpolgármestere. Dr. Fekete Dávid szerint erős és komoly felhatalmazás a miniszterelnök számára Brüsszelben, ha minél többen mondanak nemet a soros terv elképzeléseire. Sokszor Nyugat-Európában is egy nagyon erős ütőkártya az, amikor a miniszterelnök úr azt mondja, hogy egyébként hány millió választópolgárnak a véleményét tudta kikérni a nemzeti konzultáció során. Ez egyértelműen látható volt például a migrációval kapcsolatos népszavazást követően is, tehát az, amikor több millió ember egy irányba fejezi ki a véleményét egy magyarországnyi nagyságú országban, azt nem lehet megkerülni, és szerintem a kormányzat számára és Magyarország kormánya számára egy nagyon fontos fegyvertényről van szó ilyenkor. A győri Fidesz korábban is mindig kiállt a kormány mellett, és teszi ezt most is teljes meggyőződéssel. Erről már Radnóti Ákos beszélt újságírók előtt. Az alpolgármester emlékeztetett arra az időszakra, amikor a győriek saját bőrükön tapasztalhatták meg, milyen, ha bevándorlók lepik el a várost. A győriek többsége nem felejtette azt két éve, mi történt nyáron, nem csak az országban, hanem Győrben, ezt közelből tapasztalhattuk. A vasútállomást feldúlták, a játszótereket nyilvános illemhelyként használták, egyes parkokat tönkretettek az itt lévő migránsok, nyilván és félő is volt az utcára kimenni, úgyhogy azt gondolom, hogy Győr nem kér többet az ilyen állapotokból, és az ország sem, úgyhogy nagy öröm, hogy a határkerítés elkészült, és vissza tudjuk tartani ezzel a migránsokat, de nem egyszerű a helyzet továbbra sem. Ezért mi mindent megteszünk Fidesz győri vezetői is, hogy odafigyeljünk erre és támogassuk a Fidesz központi kampányát. Mindhárom alpolgármester kiemelte, a győriek a korábbi konzultációk során is igen aktívak voltak és bátran kinyilvánították véleményüket fontos, sorsdöntő ügyekben. A politikusok ezúttal is arra kértek mindenkit, minél többen töltsék ki és küldjék vissza a kérdőíveket azért, hogy Magyarország ne váljon bevándorló országgá.